Ki ne ismerné a népszerű magyar rajzfilm szereplőit, Frakkot a Vizslát, Lukréciát és Szerénkét, a két macskát, valamint gazdáikat, Irma nénit és Károly bácsit. Az 1971 és 85 között 4 évadot megért animációs sorozat színpadi változata mesemusicalként is megtölti a nézőteret. Mi több, már az új generáció képviselőivel a történet is modernebb lett. Ja, hogy a tapasztalat? Az eddig, hál' Istennek, lekopogom itt az államon. Hál' Istennek jó a tapasztalat, úgyhogy szeretik. Mindenképpen szerettem volna, hogy picit új legyen, tehát a mai korosztálynak is új legyen, de azért az ismert történetet a nagyszülők, a szülők is megtalálják benne, de ez egy új történet tulajdonképpen, tehát ez még nem volt így leírva, úgyhogy ebből a szempontból szabad kezet kaptunk, ugye Német Ágnestől, aki a jogtulajdonos. Ugye nyilván azt kérte, hogy a darabhoz hűen, vagy hát magához a regényhez, a rajzfilmhez hűek legyünk, tehát hogy a karakterek szempontjából legalábbis, de a történet maga az újszerű szerintem. Tulajdonképpen Skype-on kommunikálnak, ugye már gyerekek sajnos a Covid miatt ezt megszokhatták, úgyhogy ez egy ilyen ismerős formula nekik, hogy Skype-on kommunikálnak a Hévízre utazott Irma nénivel és Károly bácsival a kutyá, az állatok, úgyhogy igen, ez például egy új szempont, tehát egy mai időben van helyezve a történet. A Puskin Művelődési Házban előadott darab természetesen happy enddel végződött, így mindenki teljesítette a küldetését. Frak megvédte a házat és a benne lakókat, a két elkényeztetett macska pedig végül megúszta a tolvaj ármánykodását.